Na szevasztok srácok, itt is lennénk egy újabb karriermód részben, és ahogy ígértem, ma el fogjuk kezdeni a harmadik szezonunkat, ami egyben igazából az első Premier League szezonunk is lesz. Nyilván igazából tényleg most csak így belekezdünk a szezonba, csinálunk új mezeket, megnézzük, hogy kiket igazolhatunk, meg ilyenek, úgyhogy vágjunk is bele. Következő kettő hétben a Wildchartnak a Tristan Egerére, illetve a Commandos mechanikus billentyűzet minden változatára 20% kedvezményt kaptok, hogyha a Bozsi 2208 kuponkódot használjátok. A Tristan Egér igazából szerintem a világ legkönnyebb egere, 7 darab gombbal teljes mértékben testre tudod szabni, és igazából világít, mint egy normális gamer egér, emellett pedig egy ilyen, hát mi ez igazából, ilyen kis gumiborítás van rajta, és gyönyörű szépen tényleg változtatja a színét, testre lehet szabni, hihetetlen jó kis egér. Commandos billentyűzet pedig egy igazából mechanikus billentyűzet, ami ugye többféle switch-el is el van látva, nyilván változattól függő, ez itt ami a kezemben van, ez egy piros switch-el ellátott billentyűzet, 12-féle módon változtathatod a ledeknek az irányát, az erősségét, a színét, mindenét, és igazából játékra tökéletesen alkalmas. A valóságban ez a billentyűzet egyébként így néz ki, és igazából egy gombnyomás, és már is tudsz rajta változtatni mindenféle ledüzemmódot, illetve tényleg nagyon kényelmes, ugyanis elég kicsi, és tökéletes a gombkiosztása is, és minden. Úgyhogy, hogyha bármelyik termék érdekel titeket, akkor a leírásban található linken meg tudjátok őket találni, és hogyha a Bazsi 2208 kódot használjátok, akkor 20% kedvezményt kaptok a következő két hétben. Itt is van nekünk ez a csodálatos Premier League-es kis oldal. Reméljük, hogy jól fogunk tudni teljesíteni a nagyok között is. Nyilván nem várom azt, hogy egyből bajnokok ligája szereplésért menjünk, de egy középmezőnybeli csapatot szerintem össze fogunk tudni rakni majd. Viszont nézzük is, hogy mik a lehetőségek itt a szezon előtti kupáknál. Hát igazából elég komoly csapatok vannak mind a háromba. Talán ez a legkönnyebb, úgyhogy ezt választjuk. Itt van a legnagyobb esélyünk arra, hogy esetleg bármit is elérjünk. Viszont akkor nézzük is a dolgokat. Nézzük az új mezeket. Azt gondolom, hogy most piros legyen az első számú mezünk majd ebben a szezonban. És annyira ne vigyük túlzásba szerintem. Hát azért megnézzük a Nike-okat, de szerintem amúgy maradhatunk az Adidasnál majd. Ja, a Nike-nál eléggé ilyen kis extrák vannak. Én viszont valami kis simát szeretnék. Egyébként valami ilyesmit mondjuk. Ez elég jól néz ki ez a mez szerintem. Olyan milános feelingje van. Itt viszont fekete lesz az első számú. Menj már. Úgy. Fekete. És piros. No, és akkor nézzük is, hogy mik vannak az Adidasnak. Ez volt ugye a hazai szerelésünk az előző szezonban, azt már nem választjuk egyértelműen. Ez amúgy nekem bejön. Szerintem jól néz ki amúgy mind a kettő, és teljesen eltérnek egymástól, úgyhogy igazából jó is lehet. Stadionnal mi a helyzet? Igazából szerintem maradhat. Színek is maradhatnak. A fűvel mi van? Esetleg valami kis dizájnt vigyünk bele. Azt mondja, hogy nem is tudom, de legyen akkor ilyen négyzetes. Illetve hát igazából a kapu, az meg szerintem nem nagyon kell változtatni rajta sokat. Legyen ilyen, aztán ennyi.
igazából atmoszféra az nem érdekel nagyon senkit szerintem. Én úgy gondolom, hogy ez teljesen jó. Ez jól néz ki nagyon ez a mez. Szerintem, remélem, hogy nektek is tetszik. Illetve ez is eléggé fasza. Úgyhogy én nem húznám tovább az időt, ez így jó. Én úgy gondolom. Oké, itt a kis csapatunk. Ahogy mondtam az előző részben, azért nem biztos, hogy eladjuk Castañedát, de föltesszük azért az átigazolási listára, és meglátjuk, hogy, hogy mi lesz vele a helyzet. A szerződés hosszabbítások viszont kellenének, meg ilyenek. Igazából Kasper Schmeichel nekünk teljesen jó lesz kezdő kapusnak, de még nem akar szerződni. Bailey. Legyen. Mennyit keresnek? Amúgy 12-t keres, akkor legyen mondjuk 25. Hogy ne menjen el az összes pénzünk. Szerintem Reynolds 6-ot keres, akkor legyen mondjuk 10, 15 lett. Oké, Mulder mondjuk egyértelműen sokat fog kérni. Legyen egy 20-as. Bowman. Iha, ő már azért rendesen kapja a kis pénzét. 30. Jó. Brown. 13, oké. Tuma. 18, 23 és fél, jó. Boven. 10-est kapsz, Max fiam. 14-et, azt a mindenit. Elviszik az összes pénzt ők. 25, másnak megfelel. Gondolom Preston, no, nem, jó, Norris, hát ő kapjon egy 3001-et, az tökéletes, az baráti. Andonovnak lejár a szerződése, legyen mondjuk 40 000, két év, tökéletes. Robertson, oké. Archer. 25-tel ért be, fiam. Andres Iniesta. Hát ő nem tudom, hogy meg fogja hosszabbítani. Őt majd a végén. Meg ő most is érkezett, úgyhogy ez nem fog menni hirtelen. Prince még oké, okay, Bale még oké. Okay. 50. Egy évre még meghosszabbítja a szerződését Gareth Bale, az tök jó. Diallónak mondjuk komoly pénz fog kelleni, de azért megpróbálunk egy 45-öt. Oké is. White úgyis elmegy, McGrathnak 25, 5 milliós release clause, az most nem, important, legyen 2 év, release clause nincs, és igazából jó lesz ez a 20 000, oké. Okay. Jól van, barátom. Vargának jó a fizetése, Simon 12. Azt a kurva. 25-tel elég egyél meg. Jó. Crawford kölcsönbe megy, Neil mindegy. Parsonsnak lejár a szerződése is. Akkor legyen 16. Oké, és jó. Fasza, megvan minden szerződés. És marad 33 milliónk. Hát ez mondjuk azért nem túl sok. De több, mint a semmi. Ők amúgy itt nem tudom kik. Azt nézzük meg igazából inkább, hogy ki kellene. Iniesta helyére Andonov igazából visszajön szerintem. Iniesta most már inkább csak kiegészítő ember lesz ebben a szezonban. Így mondjuk. És hát azért kéne mondjuk valami védekező középpályás. Prince-t azért szeretném játszatni, mert ő nagyon jó. Dilep meg mindjárt elmegy, úgyhogy őt meg is akarjuk venni. És igazából szerintem meg is tudjuk. Szóval nézzük meg, hogy mennyit ér a Liam Dilep. 4,9 milliót.
Oké. Megnézzük, hogy mondjuk egy ötösér odaadja el a City. Jó, az az 1%-os Salon Close, ez teljesen okés. Boom. Akkor viszont jöhet a negotiation, és szerződtessük le véglegesen Liam Dilepet, mert hogy rohadtul jó játékos. Oké, important, legyen 5 éves szerződés. Release clause nincs. És fizetése legyen mondjuk 40 ezer. Dír. Oké. Na, hát meg is van az első igazodásunk. Aki már itt volt, de most végleg marad Liam Dilep. Jó. Ennyi. Ez megvan. Megnézzük az elvárásokat egyszer. Kell egy crucial támadó. Oké. El kell kerülni a kiesést igazából, az csak meg lesz. Legjobb 16-ba be kell jutni az FA kupába. Na jó, semmi túl komoly nincsen, amit nem tudnánk teljesíteni. Középső védekező középpályás, meg esetleg középhátvéd. Illetve lehet, hogy egy szélső, és akkor Gareth Bale meg ide jön majd, vagy valami, és Prince pedig a cseréje lesz. Mert azért Bale már 72-es sebességgel rendelkezik, és az nem a legjobb. Úgyhogy szerintem ez még lehet egy lehetőség, én így gondolom. Most elmegyek, aztán szerzek egy pár játékost, akik lehetséges érkezők, és megnézzük, hogy kik lehetnek a legjobbak közülük. Na itt is vagyunk, és itt van a szűkített kis listánk, ahol a kinézett játékosaink vannak. Az első kettővel most ne foglalkozzunk. Az egyik a védekező középpályás posztra Ayala, őt még amúgy az előző szezon vége felé találtam. Annyira amúgy nem jó, de lehet belőle bármi is. Aztán itt van egy kimondhatatlan nevű kis középhátvéd. Csak fánból amúgy itt van. Ha gondoljátok, akkor leigazolhatjuk. Konstantinos Tirantafillopoulos. Konstantinos Tirantafillopoulos. Na. Csodás neve van az úrnak. Jerome Boatenget viszont mindenféleképpen leszeretném igazolni. Úgy voltam vele, hogy most nem nagyon fogunk free agentezni, de két játékos van, aki nekem kell mindenféleképpen. Az egyik Boateng, a másik pedig ez az Antonio Jimenez gyerek, aki hát elég jó statisztikákkal rendelkezik, és nekünk oda left wingbe tökéletes is lesz majd. Nagyon jó kis statjai vannak, és alacsony is, úgyhogy ja, vele kezdünk. A többi igazolás Boatengen és Jimenezen kívül viszont a ti döntésetek lesz majd. De nekem ő kell, meg Boateng is. Crucial akar lenni, ez tökéletes. Okés, 5 éves szerződés. Disregard. Mennyit adjunk neki? 40-ért csak eljön. Oké, Jimenez megvan. Mindjárt meg is nézzük majd, de először jöjjön Boateng, akinek ugye van Premier League tapasztalata is, játszott a Manchester City-nél, illetve hát világbajnok, meg minden bajnok a Bayern Münchennel, úgyhogy nekünk ő ide a védelem közepére egy tökéletes igazolás lesz. Ezt innen szedjük ki, és akkor jók is vagyunk. Jó van, legyen 44,5. Meg is van Jerome Boateng is. Jó, a többiek viszont. Hát így most már Stefan Elsaravira nem nagyon lesz szükség, de hogyha gondoljátok, akkor megszerezhetjük. Védekező középpályás posztra itt van Fred, Guimarães, Toussaint, más nincs nagyon, illetve ugye left back posztra, hogyha esetleg Castañedát eladjuk, akkor itt van Caci, Malacia, Mendy, aki itt még nincsen börtönbe, Tsimikas, illetve Zinchenko. Az epizód végére meg lesz minden játékosnak az értékelése is természetesen. Viszont nézzük meg a két új szerzeményünket.
ugye azt tudjuk, hogy Jimenez 17 milliót ér, 78-as. Tökéletes. Tökéletes Antonio Jimenez right wingbe, vagy left wingbe fogjuk tenni. Vagyis hát nem fogjuk, csak az lesz a development plan-je. Mexikóból érkezett, és ő lesz az új kezdőszélsőnk igazából itt Gerard Bale helyén, aki pedig ugye helyet cserél majd Prince-el, és Prince pedig a csere támadó középpályásunk lesz, Butcher meg kiszorul. Így. Illetve hát az új kezdő középhátvédünk pedig nem más, mint a jó öreg Jerome Boateng, hát Mulder helyére. Mulder pedig akkor csere lesz itt Tumával együtt. Jó. Tökéletes. Igazából akkor viszont szimuláljunk egy pár napot szerintem, és meglátjuk akkor, hogy kik mennek el, illetve kiket akarunk esetleg még eladni, vagy bármi. Illetve megnézzük a játékosoknak az értékeléseit, akiket kinéztünk magunknak, és egyébként pedig egy objektívet meg is csináltam, ha minden igaz, így is van. Tökéletes. Oké. Castañedát szeretnék megvenni a Real Sociedad és a Liverpool csapatai. 57-et lehet értek érni maximumba. Legyen az mondjuk 56, és mondjuk 48 alatt ne adjuk el. Illetve ugyanez a Liverpool ellen is, vagy a Liverpoolnak is 56 és 48, ami alatt nem mehet el. Boom. És White, Crawford, illetve Preston és még Nistrom is elmentek. White ment igazából csak végleg el, a többiek pedig kölcsönbe. Úgyhogy ennyi. Ott van Preston, illetve Crawford a Burnley-be. Ja. Most akkor ő is a Premier League-be fog már játszani. Ami tök jó. Na közben nézzük, hogy hogy állunk itt a szezon előtti kupában. Tovább jutottunk az elődöntőbe, ami tök jó. És nézzük, hogy mi a helyzet. Sociedad és a Liverpool is visszajöttek. Hát akkor a Sociedadba menjen. Jó, Diallo maradjon. Prince maradjon. És igazából ezt meg még hagyjuk. Így. Jó. És azt mondja, hogy Olympique Marseille, ezt azért már nézzük meg, ez mégiscsak már itt a kieséses része a dolognak. Egész jó kis csapatuk van, bár mondjuk azért van egy jó pár tartalékos játékos, úgyhogy megverhetjük őket szerintem. De nem fogjuk. Jó van. Ennyi baj legyen. Így is egy pár milliót kerestünk ezzel a kupával, ha minden igaz. És az Ajax fog játszani döntőt a Marseille-jel. Mondjuk várható is volt. Oksa. Ja. Egy kis pénzt azért kaptunk érte. Megnézzük, hogy Castañeda elmegye. Uha, jó sok. És el is ment. Jó, oké. És közben, ha minden igaz, meg is jöttek az értékelések a játékosokról, úgyhogy ezt még megnézzük gyönyörű szépen. Azt mondja, hogy... Ja, hát... Triantafillopoulos 68-as, de őt tényleg csak a vicc kedvéért vennénk meg. És még azért egy pár játékosnak várjuk az értékelését. Úgyhogy még nem végeztünk. Itt kik vannak? Hát, ha van valami nagyon nagy név, aki érdekes lehet. Hát, kifejezetten nincsen. Na jó, Brownért jött egy ajánlat, és igazából ez nekünk jó is, mert vagy ő nem nagyon fog esélyt kapni. És most már talán tudjuk minden játékosnak az értékelését is. Ami szintén egy jó dolog. Jó, oké, és így is van.
Jó, hát srácok, igazából itt vannak akkor a játékosok, akik közül dönteni kell nagyjából. Fredtől lefele, ha minden igaz. Pénzügyekbe hogy állunk, azt még nézzük meg. Van most 73 milliónk, abból azért csak kijönnek a srácok, úgyhogy döntsétek el, hogy kik legyenek azok a játékosok. Egy védekező középpályás, illetve egy szélső védő, akik jöhetnek. Malacia tök jó árba el tudna jönni. Mendy is. Tsimikas is. Hát Zinchenko mondjuk most szerződött a Villarrealhoz, úgyhogy őt most nem vesszük meg szerintem akkor. Őt akkor kidobjuk innen. A Gimárez is most igazolt a Getafehoz. Úgyhogy valószínű majd ő se jön, de azért van jó pár választási lehetőség. Ja. Ezek közül, a srácok közül döntsetek, légy szíves, kommentbe írjátok le, hogy kit látnátok szívesen a csapatba. És igazából szerintem mára nagyjából ennyi lett volna ez a videó, srácok. Azért vettünk két új játékost, vagyis hát nem vettünk, de ingyen jöttek. Akik egyből kezdők is lettek, Jimenez, illetve Boateng személyében. Úgyhogy ennek örülök nagyon, erősödött egy csomót a csapatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel már azért benne lehet maradni, hogyha még szerzünk egy-két jó játékost a csapatba. Aztán ennyi. Viszont már ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett és még nem tettétek volna meg, akkor dobjátok két lájkot, illetve iratkozzatok fel, és hamarosan jön a következő videó, amiben elkezdjük a Premier League szezont, méghozzá az Everton ellen, úgyhogy érdemes lesz azt is megnézni majd. Ja, találkozunk a következő részben, addig pedig jók legyetek, vigyázzatok magatokra, szevasztok!